fáztok. Mikor beszélni szerettem volna édesanyám, azt az se hívott 2 napig. Én meg a tűnére próbáltam beutalni kérni. Hallod a hangját is? De hát, igen. Milyen fasz kötekeztem, faszapó? Ide ujjozok mindjárt. Nem engedsz a pisíni se. Nem engedd be, kizárt lakásból. Most mondd meg, aranyhúsa, mit csináljak vele? Kizárt a lakásból, mert mindenből. Figyelj, én tényleg hívtam többször, hogy a csúcs után a 3-12-kor hívtam, akkor már nem volt lemerő, akkor is jó. Még ma is többször hívtam, akkor is jó volt. Ez volt. Az ember, ne ígyél neki el semmit. Ne ígyél neki semmit, mert nagyon szemét, geci. Terrorizál engem lelkileg. Itt ülök az autóban. Dani, mit mondasz? Semmi, csak bólogat. Semmi. Itt ül a Dani az autóban, hall mindent. Én is a tündérhegyet akartam. Mondtam, hogy a kajpakolok össze, képaktuált összepakolok, majd hagyózzam ki a jó szereimet, mert a szemét állat... Nem mondom neki, aludjon, nem. A szemét állat... De úgy el minden gyógyszert, elvitt magába, mondom, tegnap nem kell a gyógyszer, akkor ott a gyógyszered minden. Szemét állat, nem adja oda a gyógyszereimet sem. És itt a Dani, halljak. Nem engedtem a Daninak semmentőt, semmit, ne hívjon ide. Hogy jöjjön be és feküdjön le, de még mindig nem nyugszik, meg nem akar lefeküdni. Nem ez a szemétált, azt terrorizál lelkileg. Hallod? Én maga szemétált, meg te mit állod. Na, ne aludjál, tényleg neki, hogy te megkívjuk. Ne faszívogatod a nyelma! Tényleg már nagy tök tudat el. Na, szia! Bocsodom, akarom. Ez volt állat, te féreg. Szia! Hallottál mindent, ugye Dóri? Lopott! És mit jogatja anyámat? Mi köze van anyámnak az egészhez? Egyébként meg. Jó mindenki. Lelök, nem enged be pisilni se. Gyuri, hozom a kulcsot! És el tudod dönteni? A késő. Te viszont lefektetem. A pisénél kell minden. Minden úgy csak szégyenítenek engemet. Nekem ettől több szégyen nincs a faluban.